Az önkormányzat annyit tud tenni, hogy összefogva a helyi rendőrséggel megpróbálja a kapacitásokat átirányítani erre a két településre, és amennyit csak lehet, akkor próbálunk mi is informálódni és segíteni a rendőrség munkáját. Másrészt pedig nagy valószínűséggel hamarosan egy őrzővédő szolgálatot is fizetni fogunk azért saját költségvetésből, hogy egyáltalán egy kicsit nyugalmasabb napjaik legyenek a helyi polgároknak. Természetesen mindaddig, ameddig nincs kialakult országos stratégia, nincs kialakult országos megoldás erre a helyzetre.